Új hitelprogram érhető el szeptembertől a kis és középvállalkozások számára. A 60 milliárd forintos támogatás a vállalkozások technológiai korszerűsítése érdekében indul el. Ez azt jelenti, hogy a kis és közepes vállalkozások, de a mikrokat is beleérthetjük, pályázhatnak maximum 50 millió forint összegkeretösszegig, 1 millió a minimum, és azt kell még kiemelnünk ebben az esetben, hogy kezdővállalkozás is pályázhat, tehát korábban kezdővállalkozások nem mindig, vagy többnyire nem pályázhattak, csak azok, akik már működnek, egy vagy két, vagy esetleg több eredményes évük volt, most teljesen kezdővállalkozások is, éppen azért, hogy a technológia korszerűsítését el tudják indítani a vállalkozásoknál kezdőszinten is. Ők náluk annyi a megkötés, hogy csak 25 millió forintot vehetnek maximum igénybe. Ennél a pályázati lehetőségnél a felvett hitelkamata 0%-os, illetve más pályázatokkal ellentétben nincs járulékos költsége sem, így egyedül a felvett tőkét kell visszafizetnie a vállalkozásoknak. Comba Csaba elmondta, a közeljövőben lehet számítani arra, hogy a pályázók gyorsabban juthatnak hitelhez. Ezzel mindig gondja van a vállalkozásoknak, hogy a piaci helyzete megkívánja az, hogy valamiben lépjen, mondjuk épp egy ilyen technológia korszerűsítésben, ehhez nincs meg a saját pénzeszköze, ezért pályáz, és aztán majd elbírálják egy fél év múlva. Hát az neki már nem jó, vagy adott esetben még később hallottam olyat is, hogy közel egy év alatt bírálták el a pályázatát. Van, akit akkor utasítottak el, van, akinek akkor hagyták jóval. Tehát ez nem megy egy vállalkozásnál, mert most kialakult egy új piaci kapcsolata, vagy a meglévőt bővíteni kell, mert a rendelés állománya mondjuk megnőtt a duplájára, ad abszurdum, mert ez ritkán volt előtt, de mondjuk lényegesen megnőtt, neki most kell lépnie, hogy tudjon teljesíteni, tudjon szállítani. A támogatások elérhetők az MFP.com, illetve a Széchenyi programirodáknál. A pályázati piacon jelentős változás még, hogy a megszűnt támogatásoktól elvont pénzeket más, sikeresebb pályázatokra fordítják.